Hatalmas siker volt a közelmúltban a második regionális zongora találkozó a Sándor a Frigyes zeneiskolában. Ez a program mindig is jelen volt valamilyen formában az intézmény életében. Dörr Gabriella igazgató idézte fel. Korábban is szerveztek zongora találkozókat, majd ez a rendezvény végül kinőtte magát. Legutóbb is több partnerintézmény, tanár és növendék látogatott el és lépett fel az iskolában. Igazi nagy találkozó volt ez. A sikere pedig vélhetően abban rejlik, hogy ennek az eseménynek nincs igazi tétje. Helyezések hiányában mindenki örömzenél, örömmel és szívből játszik, ahogy kell. Én azt hiszem, hogy szeretnek... szeretnek részt venni a kollégák is ilyen rendezvényeken. Ez egy viszonylag kötetlen, tehát nincsenek helyezések, nincs olyan tétje a dolognak, hogy most helyezések lennek, hogy a gyerekek nem veszélyezettek talán emiatt. Ez egy találkozó. Tehát itt mindenki örömzenél, úgymond, és egyformán kapnak is ajándékot, és utána egy kötetlen beszélgetésben vesznek részt a kollégák is, illetve a gyerekek is tudnak ismerkedni egymással. Én azt hiszem, hogy ez a titka. A zongora, mint hangszer, oszlopos tagja a zenei palettának, nagyon sok műnek és műfajnak a gerince. Nem véletlen, hogy az iskolában is sokan oktatják, és sok fiatal zongorista tanul annak reményében, hogy mesterévé váljon a hangszernek. Erős a zongora, a legtöbb növendékünk zongorista, meg a kollégáink közül is, ugye legtöbben a zongora tanszakon vagyunk, magamat is beleértve. Meg hát a zongora az alapja tulajdonképpen mindennek, mindenhez kell, hisz egy hegedű produkció, vagy egy cselló produkció és zongora kísérettel, vagy akár a fúvósok is, tehát nagyon sok helyen, nagyon sok produkcióban vesz részt a zongora. Az iskola egyébként két neves szakértőt, művészt is meghívott a rendezvényre. Löwenberg Dániel zongoraművész, a Salzburgi Zeneakadémia, a Mozarteum zongoratanszékének adjunktusa, valamint a Bartók Béla zeneművészeti szakgimnázium tanára. Mellette pedig jelen volt Péter Zoltán Szlovéniában élő vajdasági magyar származású zongoraművész és egyetemi tanár. Utóbbi művész számára különösképp örömteli volt a fellépés, látogatás, hiszen elmondása szerint kevés lehetősége van hazai környezetben szerepelni. Tulajdonképpen az ifjúsági zongora irodalmam, tehát a fiatalok számára írott zongoradarabjaim, szóló zongoradarabok és négykezesek bemutatása a dolog apropója. Természetesen zongorafesztivál is van, és nagyon örülök, hogy részt vehettek ezen a rendezvényen. Külön örömmel szolgál, hogy magyar környezetben vagyok, mert nagyon kevés alkalmam van magyarul beszélni, és magyarul előadni, magyarul bemutatni dolgokat, és ez a mai alkalom ezért számomra kifejezetten kiemelkedő. A művész szerint, ahogy ez egyébként látható is volt a meghívott vendégek és fellépők számából, nem kell félteni a zongora jövőjét. Szerencsére nagyon sokan szeretik, és egyre több fiatal foglalkozik a zenével. Alapjában, mivel minden zenész elsősorban a zenével foglalkozik, és csak utána, ezután hangszerrel. Tehát először vagyunk zenészek, és csak utána hegedűsök, vagy zongoristák, vagy klarinétosok, és hogyha ezt a megközelítést vesszük alapul, akkor szerintem nem kell félni, hogy a jövőben megcsappanna az érdeklődés a hangszertanulás iránt. Szerintem a világban nem ez a tendenció uralkodik. Tehát egyre nagyobb számú fiatal foglalkozik zenével, ezt látjuk versenyeken, főleg fesztiválokon. Rengeteg verseny és fesztivál van a világon, soha ennyi nem volt azelőtt, tehát 40-50-100 évvel ezelőtt, mint amennyi ma van. És ez a bizonyíték arra, hogy nagyon-nagyon sokan foglalkoznak zenével. Nagyon-nagyon sokan. A program során számos szóló, 4 és 6 kezes produkciót is bemutattak a művészek. Nagyon sokan voltak, így a rendezvény sikerét nem lehet megkérdőjelezni. Az, hogy jövőre lesz-e harmadik felvonás, a látottak és hallottak alapján szintén nem lehet kérdés.